Kíváncsi vagy rá, hogy hogy lehetnek a te fotóid is tűélesek? Szia, Ihász vagyok, és ebben a videóban azt fogom megmutatni, hogy hogyan élesítsd a képeket utólag a Photoshop segítségével. Az élesség vagy annak hiánya az egyik első dolog, amit észreveszünk egy képen. Hogyha nem elég éles a fotó, már nem is tartjuk annyira jónak, sőt, néha még a fotós képességeiben is elkezdünk kételkedni. Ennél is fontosabb, hogy az élesség irányítja a figyelmet. Mindig ott keressük a fő témát, ahol a legélesebb a fotó, és hogyha ez elcsúszott, vagy esetleg bemozdult a kép, az a mondani való rovására megy. Az élesítés a retusálásnak, illetve a kép különböző használatokra való előkészítésének is fontos eszköze, hiszen nem ugyanúgy élesítünk Instagramra, mint például egy nagy méretű nyomathoz. Az utólagos élesítés egyik előfeltétele, hogy már lehetőleg a kamerában is éles legyen a kép, ehhez van két másik anyagom, amit linkelek itt a videó alatt. A másik előfeltétel pedig az, hogy nyers formátumban is készítsd el a képet. Először arról lesz szó, hogy hogyan érdemes már a nyers kép feldolgozás során élesíteni, majd pedig a legjobb Photoshop szűrőket fogom megmutatni, illetve azt, hogy hogyan lehet a képnek csak bizonyos részein érvényesíteni az élesítő hatást. Végül pedig a különböző felhasználásokra való exportálásról lesz szó. Nézzük meg először a nyers képfeldolgozást a változatosság kedvéért az Adobe Camera Raw-ban. Megnyitottam egy nyers képet a Photoshopban, ami ugye egyből az Adobe Camera Raw felületét dobta fel nekem. Látszik, hogy ez a kép 640-es izó mellett készült, ez nem túl magas, viszont egy picit alul lett, utólag lett korrigálva, és ezért nagyobb zaj látszik rajta a kelleténél. Elmegyek a detail lehetőséghez, ez tartalmazza az élesítés és a zajszűrés eszközeit. Ugye amikor élesítek, akkor mindig erősítem a zajt is a képen, és főleg, hogyha egy kifejezetten zajos képről volt szó, akkor muszáj lesz azzal is foglalkoznom, hogy csökkenteni tudjam rajta a zajt. Először is bele kell nagyítanom a képbe, hiszen akkor fogom igazából látni az élesség és a zaj szintjét, hogyha 100%-os nagyításban nézem. Az alapbeállítás egyébként ez a 40-es érték, illetve van rajta egy szűrés, ami a színtípusú zajt szűri. Hogyha a képen már alapvetően elég éles, akkor ezt a rédiusz értéket itt szoktam hagyni az 1 pixelen, ha kifejezetten életlenem, akkor 2-3 pixelre fölemelem. Ugye az élességet erősíthetjük, hogyha ezt a csúszkát húzzuk felfelé. Ugye látszik, hogy erősíti az zajt is, remélem, hogy a videóban is látszik. Ugye a kisebb pixel értéknél lesz kevésbé lesz látványos. Ezzel a detail csúszkával pedig azt szabályozhatom, hogy mennyire váljanak el a részletek. Tehát látszik, hogy ezáltal ugye még zajosabb lesz a kép. Úgyhogy ezt most visszahúzom egy olyan szintre, aminél egy szebb eredményt kaphatok. Színzajból nincs túl sok a képen, tehát ehhez már nem fogok hozzányúlni, viszont ehhez a másikhoz igen. Ez a luminánsz típusú, tehát fényből eredő zajt szűri. Ezt ugye addig emelem, amíg még nem látom úgy, hogy elkenődne a képen. Kisebb és nagyobb méretben egyaránt megnézem, hogy hogyan mutat. Amit még érdemes lehet használni az élesítés során, és én nagyon szoktam rátámaszkodni, az a maszkolásnak a lehetősége. Így pontosan meghatározhatjuk azt, hogy melyik területeken érvényesüljön az élesítés, és melyeken nem. Hogyha lenyomom az altot, és elkezdem húzni ezt a csúszkát, akkor pontosan látom, hogy hol fog élesíteni, tehát ott, ahol fehér, látszik, hogy az éleket keresi. Nem célszerű azokat a területeket élesíteni, amik amúgy elmosódottak, tehát itt például ezt a területet, hanem csak ugye azt szeretnénk élesíteni, ahol ténylegesen élek vannak és hogyha kész vagyok vele, akkor ha dára nyomok, akkor elmenti a módosításokat egy külön fájlba, ha pedig az open nyitok, akkor megnyitja a Photoshopban. Most pedig térjünk rá a Photoshop szűrőkre. A Photoshopnak az élesítésre szolgáló filtereit nagy részt itt a Filter Sharpen menüben találjuk meg, de vannak egyéb szűrők is, amik alkalmasak élesítésre. Először smart filterekhez fogom konvertálni ezt a képet, méghozzá azért, hogyha alkalmazok rajta valamilyen szűrőt, akkor azt utólag is tudja módosítani. És így megyek a sárpán szűrőkhöz. Ezek közül én a Sharpen, a Sharpen Edges és a Sharpen More lehetőséget kevésbé szeretem használni, nem is szoktam igazából, mert nem tartalmaznak kontrollokat. Tehát van valamilyen algoritmus, ami alapján végrehajtja ezt a műveletet a Photoshop, és nem tudok közbeavatkozni, hogy én pontosan hogyan szeretném. Egyen jobb megoldást jelent a Smart Sharpen, ezzel a szűrővel különböző típusú életlenségeket lehet kvázi eltávolítani a képről. A lens blur az alapértelmezett, de lehet a gaussian blur és a motion blur lehetőséget is kiválasztani. Ez hasonlít ahhoz a megoldáshoz, amit láthattunk a camera raw felületén, tehát van egy bizonyos mennyisége az élesítésnek, van egy rádiusza, tehát sugara, itt is ugyanaz van, hogyha éles a képünk, akkor inkább alacsonyabb értéken tartjuk, ha kevésbé éles, akkor emelhetünk rajta, és csökkenthetjük a zajt is ugyanezzel a módszerrel. És még olyan kontrollt is kínál ez a szűrő, hogyha nem szeretnénk, hogy mondjuk az árnyékokban vagy a csúcsfényekben érvényesüljön ez az élesítés, akkor állíthatjuk ezeket a csúszkákat, hogy visszavegyük a hatást mondjuk egy árnyékos területről, tehát a sötét részeiről. A preview segítségével mindig nézegethetjük, hogy milyen hatást értünk el, érdemes minél jobban belenagyítani, hogy ténylegesen lássuk, hogy mit csináltunk. Ha tetszik az eredmény, akkor leokézom, hogyha nem szeretném, akkor a kánszára nyomok. Van egy kifejezetten olyan szűrő is, ami arra szolgál, hogy egy bemozdult képet tudjunk élesíteni. Erre akkor lehet szükség, hogyha mondjuk túl lassú záridővel sikerült fényképezni, és egyébként egy álló alanyt vagy tárgyat próbáltunk meg lefotózni, és bemozdult. Ennek a használatáról van egy külön videóm, az be is linkelem itt a videó tetején, úgyhogy ha ez érdekel, akkor azt a videót ajánlom hozzá. A másik kedvenc megoldásom az élesítésre pedig az Other High pass. Ezt pont az előző videómban mutattam meg. Ezt úgy szoktam csinálni, hogy duplikálom a réteget, elvégzem rajta a High az élesítést, mondjuk ez a három pixel, ez jó lesz ebben az esetben, és átállítom a rétegnek a blending módját overlay vagy soft light -ra. Hogyha szeretném ezt az élesítést csak valamelyik résznél alkalmazni, például a szemem, át is nevezem most szemre, akkor rádobok egy rétegmaszkot, Ctrl-I-vel invertálom, és egy fehér ecset segítségével 100%-os opacitás és fló mellett felfestem a szemre. Ezáltal meg tudom élesíteni csak a szemet. Ha egyébként pont az ellenkezője érdekel az élesítésnek, tehát hogy hogyan lehet például elmosódott hátteret létrehozni egy olyan képen, ahol túléles lett, ahhoz van egy másik videóm, azt is belinkelem itt a videó tetején. Az utolsó téma a képek exportálása webre, illetve nyomtatáshoz. Az alapelvem az, hogy ha nyomtatásra szánom a képet, akkor a lehető legnagyobb méretben és legjobb minőségben mentem el, inkább TIFF formátumban, mint JPG-ben. Viszont mondjuk a webes felhasználásokhoz nem árt átméretezni a képet. Ezt meg lehet tenni a Photoshopban is, viszont hogyha nagyobb mennyiségű képen dolgozol, akkor erre a célra érdemes action létrehozni, ahol egyrészt átméretezel, másrészt élesítesz, és esetleg mentesz is ezt követően. Az action a létrehozásáról szintén van egy külön videóm, amit linkelek. Ennél egyszerűbb megoldás véleményem szerint az, amikor a Lightroomból ból exportálsz, úgyhogy most ezt fogom megmutatni. Nyomok egy jobb klikket a kép fölött, és megnézem az export opciókat. Ha webre exportálok, akkor mindig JPG-re szoktam beállítani a képet, és figyelek rá, hogy a szintér srgb legyen, hogy helyesen jelenjenek meg a színek, a minőséget pedig ilyen 70-80%-ra szoktam csökkenteni, hogy optimalizáljam a fájlméretet. Az változó, hogy az oldalt mekkorára állítom be, az 1920 pixeles méret nekem jól szokott működni, képernyőhöz ez a 72 dp is felbontás javasolt. De ami az élesítést illeti, itt különbözőeket lehet választani a lightroom -ban. lehet képernyőre, mat, illetve fényes papírra való élesítést választani, illetve ennek a mennyiségét is be lehet állítani, alacsony, közepes, vagy magasra. Ezt érdemes kikísérletezni magadnak, hogy melyik áll a legközelebb az ízlésedhez, illetve melyik mutat a legjobban a különböző hordozókon adott esetben. Ez nyilván nem jelent akkora kontrollt, mint egy photoshopos beállítás, viszont nagyon sokkal egyszerűbb, nem kell action létrehoznod, és itt el tudod tárolni szépen a különböző export presetjeidet, azzal, hogy hozzáadod őket, és akkor ezeket a beállításokat bele tudod menteni ebbe a listába. Úgyhogy én az exportálásra ezt szeretem a legjobban használni, és ezt szoktam ajánlani. Köszönöm szépen, hogy megnézted ezt a videót, remélem, hogy hasznosnak találtad. Hogyha igen, akkor létszi nyomra egy lájkot, és írd meg kommentben, hogy melyik a kedvenc élesítési módszered. Ha szeretnéd megtanulni a Photoshop használatát az alapoktól, akkor ajánlom a Photoshop Mastery tanfolyamot, amit linkelek itt a videó alatt. Ha pedig egyéni oktatást keresel, abban is tudok segíteni. További szép napot és minden jót neked!